101 nap telt el az önkormányzati választások óta. Sokan türelmi időszaknak nevezik ezt az etapot, hiszen az új polgármesterek is időt kapnak arra, hogy belejöjjenek a munkába. Feladataik ellátásához segítséget is kapnak Szabó Zsolt országgyűlési képviselőtől. Október 13-án az önkormányzati választásokat követően valamennyi polgármesternek gratuláltam, akit megválasztottak, és meghívtam őket egy fogadásra. Ezt követően pedig elkezdtem végigjárni a településeket, minden polgármestertől kértem időpontot, és leültünk beszélgetni, mik az elképzelései a következő 5 évben, és milyen gondolatai vannak a jövőt illetően, hiszen tudjuk, hogy minden település fejlesztését maga a polgármester és a képviselőtestület generálja helyi szinten. Ma volt az utolsó ilyen megbeszélés, a mai nappal sikerült elérnem azt, hogy időpontot kapjak 60 város polgármesterétől is. Elmentem hozzá, meglátogattam az irodájába, és a mai nappal a 60 év fejlesztésekről is ővele, valamint az alpolgármester úrral le tudtunk ülni és tudtunk beszélgetni. Szabó Zsolt kiemelte, mindenhol számíthatnak a támogatásomra az önkormányzatok, minden városban és községben lesznek fejlesztések a következő 5 évben. Van olyan polgármester, ahol már 3. alkalommal tudtunk leülni, beszélgetni ezekről a témákról. Nagyon sok településen többszörösen meghívtak, több rendezvényen vettem részt. Egy szóval zajlik a napi munka. Mi készülünk a következő időszakra, hogy minél jobbá tudjuk tenni továbbra is a településeinket. Van mit tennünk, még mindig van elmaradás, akár az utaképítés, akár járdák, belterületi utak, különböző intézmények felújítása. A kórházunkra is nagyon vigyázunk, egészségügyi fejlesztések, iskolákat fejlesztünk, bölcsődéket építünk, nagyon sok bölcsődét fogunk építeni, óvodákat építünk, kerékpárutakat építünk. Egy szóval dolgozunk és megyünk előre. A tőlem elvárható és megszokott maximális munkatempóval fogom a következő időszakot is végigdolgozni. Horváth Richárd 60 város polgármestere az önkormányzati választásokat követően 101. napra adott időpontot az országgyűlési képviselőnek. A mai napon a megbeszélés megtörtént. 60 esetében, amit mindannyian tudunk, hiszen látunk is, hogy fejlődik, itt a utak szempontjából a Boldogi út a vasúti átjáróig, valamint a Nagygombosi útnak az építése, kerékpárút szempontjából, járda szempontjából a nagygombosiak problémáját mindenképpen célszerű lenne megoldani. Folyamatban van a sportcsarnok építése, még nincs befejezve, reméljük ennek nem sokára végére érünk. Előtte vagyunk egy jégcsarnok építésnek, ahol még a pénzügyi forrásokat meg kellene oldanunk, illetve nincs még lefutott közbeszerzés, és nem látjuk, hogy pontosan mennyibe fog kerülni maga a piacnak, tehát az úgynevezett zöldelő város vagy zöld város program, hogy az hová fogunk jutni. Ezbe beletartozik a könyvtár és a piactérnek az építése, ez is egy folyamatban lévő projekt. Ha nézzük, akkor a városban nagyon sok helyen járda kérdések vannak, út, mellégút kérdések vannak, nagyon sok olyan intézmény van, ahol még mindig lehet fejleszteni, és hát ne felejtsük el, hogy kellene például egy vadonatúj zeneiskola, ami nagyon jó lenne, hiszen a zeneiskola épülete is nagyon régi. Egy szóval van mit tennünk, folyamatosan dolgozunk rajta. Örömmel mondhatom, hogy a 34 falu és 4 város vezetői együttműködésükről biztosítottak. Ez azért is hasznos, mert tudják, csak egymást segítve juthatunk előre, tette hozzá Szabó Zsolt.